A szilveszteri szokások után ünnepi ételek, mégpedig Székelyföldről. A kocsonya akár csak a füstölt csülökkel, vagy éppen gömböccel főtt töltött káposzta egyetlen asztalról sem hiányozhat ezekben a napokban. Ám hogy miből és hogyan készül, az szinte háztartásonként változik. Van, hogy a fokhagyma dominál, máshol a babérlevél és a petrezselyem. A szalmával perzselt bőr és a köröm, illetve a friss sertéshús azonban semmiképpen sem maradhat ki az edényből. Az igazi székelykocsonyának az elkészítése a karácsonyi és újévi asztal számtalan hagyományos étel különlegességéhez hasonlóan a disznóvágással kezdődik. Székelyföldön ma is szalmával perzselik a sertést, így a bőre, bokája, füle és a farka egy különlegesen finom füstölt aromát kap, ami a kocsonya ízvilágát is meghatározza majd. Bokából, bőrből és lapocka részből fogunk most kocsonyát főzni a szomszédasszonya. Teszünk bele fokhagymát, sót, babérlapit én szoktam tenni, szomszédasszony nem tesz, de most megegyeztünk, hogy a hagymát is szoktam tenni, ő azt nem tesz, mert náluk felé Varságon nem szoktak beletenni, és akkor a babérlapival egyeztünk ki, és szoktunk beletenni egy kicsi csípőst is. Szemesbús a legfontosabb. Igen. És a szemesbús a pikántsága, és legalább 6 órát lassú tűzön főzzük, úgyhogy estére meg is lesz. Szövérdi Gyöngyvér és László Csilla a székelyudvarhelyi szomszédasszonyok szerint a kocsonyát szinte minden székely háztartásban kissé másként főzik. Van, ahol a bőr, boka és friss sertéslapocka mellé csülök is kerül, máshol különböző zöldségekkel ízesítik. A szomszédasszony murkot is tesz bele, cellert, petrezselymet, mi nem szoktunk. Én hagymát szoktam beletenni, Gyöngyike nem szokott náluk felé. Te még mit tudsz, mivel szokták? Van, aki zselatin tesz, de hát mi olyan nem. Olyat is hallottam, hogy citromkarikát tesz. Mikor tálol? A gondos előkészítést követően egy jókora edénybe kerülnek az alapanyagok. Egy kicsi zsírja legyen alul, hogy... Igen. Süljön oda, de nagyon-nagyon lassú tűzön fogjuk főzni. 6-8 óra. Legalább. Teszünk bele egy pár babérlapit. Fokhagymát most is teszünk, és majd a vége felé is teszünk. De a végén azt zúzzuk. Igen. Tesszük bele a szemesborsot is. Az edénybe annyi víz kerül, ami teljesen ellepi az alapanyagokat, és mehet is a fazék a kályhára. Amíg fő a kocsonya, sütemény, kávé, sör, forralt bor és pálinka kerül az ünnepi asztalra, s a gőzölgő fazék illata újabb szomszédokat csábít át. Most már 3 órája fő, lassan, és most már leszedjük a habját, a fölét, de mi mindig még 3 órát legalább. Nagyon szépen gyöngyözik. Igen, 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 és az illata is fantasztikus. Újabb 3 óra rotyogást követően teljesen átfőnek az alapanyagok, s a kocsonya felveszi aranysárga színét. Most a legvégén a fokhagyma. Ez az igazi intenzív íze lesz ettől. Az igen, jaj, de jó lesz. Hát akkor van kész a kocsonya, amikor a csontból leválik a hús. Tehát így megfogod a csontot, és ki lehet venni egészbe. Meg szoktuk tesztelni, és egy kicsit kiöntünk az edénybe. Igen. És 10 perc alatt itt kint a hidegbe meg is dermed. Ezt követően előbb az arányosan szétosztott bőr, hús és bokadarabok, majd a gyöngyöző aranysárga lé is a tálkákba kerül. Azért tesszük oda ezt a gézt. Hát az ilyen fokhagyma foszlányok. Hogy szép tiszta legyen a kocsonyánk, megszűri az apró mosztokat. Miután tálakba kerül a kocsonya, a kinti hidegben alig egyetlen óra alatt tökéletesen megdermed, már csak egy kis piros paprika kell a tetejére, ecetes vagy citromos vöröshagyma mellé, és már is tálalható az autentikus székely étel különlegesség.